Európa közepén Magyarországot, a Csepel-szigeten Ráckevét könnyen megtalálhatja a térképet böngésző utazó. Az öreg Duna és a ráckevei Dunaág öleli körbe a várost, visszatükrözve annak egyedülálló, növény- és állatvilágát. Ráckeve és környéke már az ókor óta lakott település. Honfoglaláskor Árpád fejedelem törzse szállta meg a nagy szigetet, amely évszázadokon keresztül királyi birtok és vadászterület maradt. A települést 1440-ben az oszmán-török birodalom terjeszkedése elől menekülő szerb telepesek alapították, akik az aldunai Kevéről hajóztak a biztonságosnak vélt észak felé. A szigetet 1698-ban Savoyai Jenő herceg vásárolta meg. A 18. században a svábok betelepítése után városunk három nemzetiség lakta településsé lett. A 20. században Ráckeve a sziget déli régiójának közigazgatási központjává vált. A jelentős fejlesztések eredményeként pedig ismét városi rangot kapott. A kevi ember barátja és egyben félelmetes ellensége a víz. Halászoknak, vízimolnároknak és kereskedőknek adott megélhetést. Szigeteivel, lagúnáival védte lakóit tatártól, töröktől, orosztól. Különleges növény- és állatvilágnak szolgál otthonául. Ugyanakkor szeszélyes áradásaival féktelen rombolásra is képes. A város arculata a millenniumi évek alatt kapta mai formáját. A zsilipek közé szorított, szabályozott ráckevei Dunaág Magyarországon egyedülálló, partközeli építkezést tett lehetővé. A vízben álló támfalak mögött sorakozó lakóházak hollandiai városképekre emlékeztetnek. Az Alföld melegével keveredő páradús levegő mediterrán jelleget hordoz. Városunk négy tornya már távolról látható a tengersík vidéken, pihenőre hívogatva a fáradt vándort. A Nagyboldog Asszony templom Magyarország egyetlen gótikus stílusú szerb temploma. Itáliai kőművesek alkotása 1487-ből. Román hatású oldalkápolnája és a két kápolna falához épített pillér különböző építési időpontokra utal. A közelmúltban restaurált falfestmények és a Jugoszláviában helyreállított ikonosztáz a templom igazi ékességei. A millenniumi ünnepségek során felavatott Árpád szobor mögött feltűnik a Savoyai kastély 1702-ben emelt barokk épülete, melyet Johann Lukas Hildebrandt, Közép-Európa jelentős építészet tervezett. Az építtető a zentai csata győztes hadvezére, Savoyai Jenő herceg volt. Az épület igényes felújítás után alkotóház lett, napjainkban pedig kastélyszálló, és étteremként nyugodt, tágas, elegáns helyszínt biztosít konferenciák, rendezvények, esküvők megrendezésére. Ráckeve a vizek városa. A hideg természetes víz, valamint a mélyfúrású kutakból feltörő forró, gyógytermálvíz vonzó alternatívát kínál a vizek szerelmeseinek. Az állóvíz jellegű kis Duna egész évben változatos sportolási lehetőségeket biztosít. Ráckeve kulturális rendezvényei főként a hagyománytiszteletből gyökereznek. A szervezők az évszakokra jellemző tartalommal, professzionális kivitelezéssel kápráztatják el évről évre a nagyszámú közönséget. A rendezvények sora április végén az Országos Nemzetiségi Fesztivállal indul. Ha június, akkor János Vitéz napok.
Városunk polgára Ács Károly költő és műfordító Kecskeméten mesélhetett az opsitos huszárkapitány Vitézi tetteiről barátjának Petőfinek. A ráckevei Horváth Nepomuki János háborús kalandjai beteljesületlen szerelme Juliskával sok ponton egyezik a világhírű költemény cselekményével. A legenda tehát megszületett. János vitézünkre emlékezünk Horváth Nepomuki János sírjánál, a katolikus iskola előtt felállított díszkúttal és az immár hagyományos János vitéz napokkal. A Summerfest nemzetközi folklórfesztivál és népművészeti vásár igazi regionális eseményé nőtte ki magát. A nagyszabású rendezvény sorozatra a világ minden részéről érkeznek néptánccsoportok, zenészek, akik nem csak Ráckevén, hanem Tökölön, Százhalombattán és Budapesten is fellépnek estéről estére. A fesztivál keretében rendezik meg augusztus 19-én a hagyományos lámpionos csónakfelvonulást. Másnap az államalapító István király ünnepén kenyérszentelés, majd ökumenikus istentisztelet keretében adnak hálát a teremtőnek az új kenyérért a résztvevők. Késő délután színpompás, táncos felvonulással és fergeteges gálával zárul a fesztivál és a nyári szezon. Az őszi ászok fesztivál egy szójátékból kapta elnevezését. Hiszen a borászok, horgászok, vadászok, lovászok, madarászok szókapcsolatot tovább és tovább bővíthetjük. Így ez az ünnep mindenkié. A fesztivál első napján hagyományos szüreti felvonulás és bál, a második napon horgászverseny, halászléfőző versennyel egybekötött gasztronómiai élvezetek, kistérségi idegenforgalmi kiállítás, kirakodóvásár és kézműves foglalkozások közül válogathatunk. Az adventi díszkivilágítás fényfűzérei csodálatos kontúrral hangsúlyozzák épületeink szépségét. A fényárban megrövidülnek a hosszú téli esték. Közeleg az ünnep, közeleg a karácsonyi koncert. A Savoyai kastély kupolaterme méltó környezetet ad az ünnepkörhöz kapcsolódó hagyományos, népzenei és komoly zenei koncertekhez. A városi kitüntetések átadása után közös énekben ad hálát Istennek a népes gyülekezet az eredményes esztendőért. Az 1520-ban megalkotott életfilozófia a békesség fontosságáról meghatározóvá vált a sok nemzetiségű településen. Városunk lakói és az ide látogató vendég számára egyaránt buzdító és hívogató a város címerünkben megfogalmazott hitvallás. Vita mihi Christus rerum concordia fiscus. Krisztus az életem, a békesség a kincs nekem.